semmi az. És akkor ebben a zacskóban voltak benne? És ebben a zacskóban, igen, be volt kötve, és így voltak a kukába bedobva a szemét közé, ott, ami ott van kint. Úgyis soha jöttem sétálni. Abba a zöldbe? Abba a zöldbe. Igen. Jó. És meghallottam a sírásukat, és nem akartam hinni a fülemnek, hogy élő cicát bezacskózva úgy dobták bele a kukába. Most tényleg az volt a legfeljebb, hogy berakja a kukába. Hát most nem tudok mást. De tud, csak nem, ez volt az egyszer. De már túl vagyunk rajta. Tehát ilyen értelemben most hiába beszélgetjük. Odaadjam a másik kettőt. Meg az anyamocskát. Akkor azt is odaadom. Van valami felszerelés. Van, természetesen. Én megfogom, megsimogatom, nem fog elrohanni. Csak az, hogy akkor... De nem értem, hogy jött az, hogy a kukába... Figyeljen, elmesélhetném a régi világot. De nem a régi világban élünk. Most megkészünk állatokat. Az ember nem gondolkodik, néha csak csinál valamit. Van ilyen. Én elismerem, és azért nem is tagadtam le. Sajnálom az asszonyt, aki megtalálta neki nagyobb tragédiát. De nem az asszonyt kell sajnálni, hanem a három macskát, amit berakott a kukába. Igen, az is egy lehetőség, hogy élnek, aztán kóvályognak össze-vissza. De az se lehetőség, ivartalanítani kell őket. Kellett volna, de én nem döntöttem még el, hogy meg akarom tartani azt a macskát. Jó, de könyörgöm, de csak azt mondja meg, honnan jött az, hogy a kukába rakom. Nem tudok rá választani. Jó, ne rakom.